Soron következő ülését tartotta a Dombóvárváros önkormányzata képviselőtestülete. 10 napirendi pontot tárgyaltak a városatyák. Többek között a dombóvári egészségügyi alapellátást érintő kérdések kerültek megvitatásra. Az egészségügyi ellátási rendszerről beszélt Szabó Lóránt képviselő. Elmondta, hogy az előterjesztés megállapította, a belvárosban nagyon kevés olyan ingatlan helység van, amely a mai kor követelményeinek megfelelő szolgáltatást, ellátást képes biztosítani. Ezért a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületnek az a javaslata, hogy a Szigeterdőbe építendő 600 fős szabadtéri színház helyett sokkal inkább egy belvárosi orvosi rendelőt, STK-t, vele együtt egy kis patikát kellene megépíteni, és e tekintetben az Európai Uniós források biztosítanák az építkezésnek a finanszírozását, valamint van egy ötletünk az elhelyezkedés tekintetében is, egy olyan telek, mely két utcáról is megközelíthető és nagyon frekventált helyen van a belvárosban. A képviselőtestületi ülésen az egészségügyi alapellátáshoz tartozott egy nagyon fontos kérdés. A házi orvosi praxis betöltésére keresnek orvost, mivel nyugdíjba vonult az eddig hivatását kiválóan teljesítő doktornő, mondta Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. Puszta Erzsébet doktornő hosszú évek után szolgalmas és tisztességes munkát követően dombaváriak nagy szomorúságára úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, és egy házi orvosi körzetet be kellett doktor keresnünk. Meglepő módon viszonylag egyszerűen megoldódott ez a probléma, ami több településen komoly kihívást okoz. Nyilván az ő esetében még az is fontos volt, hogy az a rendelő a gimnáziummal szemben, ahol eddig is végezte a tevékenységét, sajnos már több év volt alkalmatlan volt, hiszen az épületet fölött tervő lakásokat meg is kellett ürítenünk, hiszen azoknak a karbantartására az elmúlt 25 évben az előző önkormányzat egy forintot se költött. Nyilván ezzel párhuzamosan már előző testetülésen tárgyaltuk az orvosi ügyelet kérdését, akik pillanatban egy másik rendelő intézetünkben működnek, hogy az ő ellátásuk átalakul, és az OMSZI fogja végezni, és felszabadul a rendelőintézetünk, ahova az új háziorvosnak tudunk rendelőt biztosítani. Ezzel párhuzamosan a védőnői kérdést is megtárgyalták, hiszen eddig 8 plusz 1 védőnő látta el feladatát Dombóváron. Ez pedig egy szokatlan helyzet volt, tette hozzá a polgármester. Hiszen az önkormányzat volt a munkáltató, a szakmai irányítását pedig a kormányhivatal végezte. Július 1-ével a munkáltató és a kormányhivatal lesz, és a szakmai irányítást ő fogják végezni. Én ezt a megközelítést, amely irányban most elmozdultunk, szerencsésnek tartom, hiszen nyilván legyünk őszinték, ma a humán erőforrás tekintetében a szakmai irányításra alkalmas személy az önkormányzatnál nem volt, és én azt gondolom, hogy egyik önkormányzatnál sincs, és nyilván ez egy kormányhivatali feladat. Mindezek által bízom benne, hogy ettől ez az ellátás nem romlani, javulni fog, hiszen ugyanaz lesz a szakmai irányító, aki egyébként a munkáltató. A testületi ülésen egy másik nagyon fontos kérdés, a költségvetés megvitatása is helyet kapott. Februárban miután megalkotjuk a költségvetésünket, májusban pedig elfogadjuk az árszámadásunkat, amely az előző évnek egy tükörképe. Dombóvár tekintetében azt gondolom, hogy ez a pénzügyi stabilitás, amely 2020-tól megindult, ma visszatükröződött az árszámadási rendeletünkbe is, hiszen zökkenőmentesen vettük az évet. Többször elhangzik az ellenzék oldaláról kritika, hogy a feladatapú finanszírozás, az elvont hatáskörök, ezek mind-mind azt mondzák magukkal, hogy folyamatosan ingatlant értékesít az önkormányzat. Ez nem igaz, hiszen azt gondolom, hogy ha a vagyongyarapodást nézzük, abban a vagyongyarapodásban látszik, hogy pozitív szaldót értünk el, és azokat az önkormányzati funkciókhoz nem köthető használaton kívül ingatlanokat értékesítjük csak, amelyel az önkormányzat nem tud mit kezdeni, és középtávú terveink sincsenek. Többször felmerül olyan területek értékesítése is, amely egy-egy vállalkozás bővülésének lehetőségét segítik elő. Ez azonban feladat is, hiszen munkahelyteremtésben aktívan csak akkor tudnak részt venni, ha mindenben hatékonyan együtt gondolkodnak és mozognak a helyben működő vállalkozásokkal, hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester.